A tulipán őshazája Kis-Ázsia, ahol a kedvező klíma, a nem túl nedves, kevés szerves anyagot tartalmazó talaj és a hagyma szeretete tartotta fent a tulipánt talán az emberiség kezdete óta. Rengeteg változatban fennmaradt és nemesített növény, a tavasz első színpompás, nagyvirágú, tartós, ritkán, de illatos, szedhető virága a tulipán. Hazánkban néprajzkutatók szerint a népvándorlással került be. Egyik első dísznövény volt az ehetetlen, de csodás kehelyformákat adó tulipánvirág. 2018 nyarán született meg az ötlet egy szőlősgyöröki, Balatonbogár melletti kis település irodájában, hogy Hollandiához hasonlatosan Magyarországon is meghonosodjon a szintpompás tulipánmezők látványa és a tulipán szeretete. Immáron 5 éve, hogy a Tulip Garden kert ötlete nyomán kialakult a látogatható, szedhető, csodálható tulipános kertek hagyománya. Ez a harmadik évünk itt a Tulip Garden Tiszatónál, ami azt jelenti, hogy a Vátszalóktól vagyunk mi egy 4 kilométerre Kunhegyes felé, és most már jelenleg 155 ezer hagymát ültettünk el, és az, hogy mennyi virágunk van, azt nem tudjuk megmondani, hiszen ugye folyamatosan szaporodnak a hagymák, de ugye mi is folyamatosan fejlesztünk, és azt gondolom, hogy évről évre vannak olyan lehetőségeink és olyan kívánságaink, igényeink a vendégek kapcsán, hogy mit szeretnének, és ezeket próbáljuk megvalósítani, ugye egy kisebb kilátó, egy büféhelység, egy mosdóhelység, meg az, hogy mi igazán családbarát kert vagyunk, és ezért nagyon fontos az, hogy ugye a 18 éven felülieknek kell csak belépőt fizetni, ami egy 500 forintos belépő, és ezen kívül ugye a virágokért 300 forint a tulipánnak a szája. A hagymákat ugye nem árulunk, és sokan kérdezik, volt nálunk, de egy pár nap alatt elfogyott, hogy ezt legközelebb majd ősszel, de most tökéletesen jó az idő, tehát most az igazi pompáját mutatja a kert, és tényleg csodálatosak a virágok. Vannak még mindig bimbós virágaink is, de lehet ugye szedni már teljesen nyílt virágokat is, kinek mi a szimpatikus, viszont fotózni és a látványért mindenképpen érdemes eljönni hozzánk. Jelenleg Magyarországon 13 Tulip Garden tulipános kert működik. Minden kert a látványra optimalizál, de pont az országot lefedő tulipántengerek teszik lehetővé, hogy a kertek ilyen hálózata része legyen a fenntartható gazdálkodásnak. Ne kelljen mindenkinek sok kilométert autóznia, hogy egy csodát láthasson. 2023-ra elérték, hogy mintegy 2 millió hagyma virágzását láthassa számos látogató ország szerte. 155 ezer hagymánk van, hogy mennyi virágunk van, valami már ugye duplázódott, vagy valami már háromszorozódott, és rengeteg virág itt maradt, tehát nem visznek el 150 ezer virágot, tehát a nagy része az itt marad, és ugye a látványnak még egy jó darabig itt kitart velünk. A tavalyi látogatószámból kiindulva idén már mintegy 300 ezer látogató lesz a Tulip Garden hálózat kertjeiben. Ugye hétköznap is nyitva vagyunk, és ugye ez nagyon fontos, mert ugye nagyon sokan kismamák vagy éppen ugye gyerkőcökkel, hiszen a szombat-vasárnap azok mindig erősek, tehát mindig nagyon sokan vannak, mert ugye egyrészt átmenő forgalom, valaki meg csak alapvetőleg hozzánk tervezi a programját, és ugye úgy kerül itt a Tiszatónál még egy kört a további lehetőségek gyalánt, vagy illetve keresi a lehetőségeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy meg vagyunk elégedve, tehát még mindig látjuk, hogy hova kell majd fejlődnünk, de a következő években újra majd így fejlesztünk. Olyan kertek várják látogatóikat, ahová, ha belép az ember, a látványtól boldogság önti el a lelkét. Olyan semmihez sem fogható élményt szeretnének adni, ami maradandó, szép, látványos, szívet, lelket gyönyörködtető és örök. A hazánkban hagyományteremtő Tulip Garden kertek koncepciója alapjaiban a régi, csodás látványt és lelki örömöket adni a betérő látogatóknak.